Napokon belül folytatódik a KNTH férfi kézilabdaliga. Szombaton a Gyöngyös csapatát fogadja a 6. helyen álló NEKA, amely újoncként indult az NB1-es bajnokságban egy 20,5 év átlag életkorú magyar játékosokból álló kerettel. Ha az őszt nézzük, akkor a felkészüléssel kell kezdeni nyáron, tehát a NEKA-nak a világhírű szakembergárdája, a világhírű infrastruktúrán keretein belül úgy gondolom, hogy leraktuk azokat a taktikai, kondicionális, mentális alapokat, amik kellenek a bajnoki szerepléshez, és ugye itt még kaptunk egy ilyen világszínvonalú mentális felkészítő segítséget, ami a bajnokság alatt a nehéz helyzetekben, a felkészülés alatt, illetve hétről hétre az ellenfeleket monitorozta, az ellenfél edzőit, a saját csapatunkat, úgyhogy végig egy támpontot adott nekünk. És gyakorlatilag ennek az eredménye ez a 6. hely, ami nagyon szépen mutat, mert ugye én is mindig ránéztem a táblára, és nagyon elégedett voltam. Szerintem ezzel mindenki így volt a csapaton belül is, a NEKA-ban is. Viszont tudomásul kell vennünk, hogy jön a második fél év, jön a folytatás, amire fokozott erővel és fokozott figyelemmel készülünk. A bravúros őszi szereplés a vezetőedző szerint egy új, megoldandó feladat elé állította a csapatot és a szakmai stábot. Egy olyan helyzet előtt álltunk most fél évkor, amit hiába próbáltunk mindenféle szinten feldolgozni, nagyon nehéz, hiszen 12. hely elérése volt a cél a csapatnak, ahhoz képest a fél évkor a 6. helyen áll. Most erre próbáltunk mentális szakemberek segítségét hívni. Viszont erre nem nagyon volt példa, hogy ezt hogy kezeljük. Tehát csak azt tudom mondani, hogy menedzsment szinten megmaradt ez a bennmaradást, változatlan cél, azonban a csapat leült, és megbeszélte azt, hogy hova szeretne eljutni a bajnokság végére. Megfogalmaztunk egy álomcélt, amivel egyetértettünk vezetői szinten, edzői szinten is. Nyilván ezt nem szeretném publikálni, de a napi munkában, illetve a heti mérkőzések alatt azt próbáljuk, hogy ehhez felnőjünk, és saját magunknak ehhez megfeleljünk. A csapat tehát magasra tette a mércét az őszi teljesítménnyel. Kérdés, hogy ezek után milyen lesz a tavaszi szezon? Bizonyos szempontból nehezebb, mert talán több idegenbeli mérkőzésünk lesz, bizonyos szempontból meg egy fiatal csapatnak mindig könnyebb a második fél év, hiszen már átestünk sok olyan dolgon, ami újdonság volt, ami át kell esni, amit nem lehet könyvből megtanulni, nem lehet videóról megmutatni. Tapasztaltabbak vagyunk, jobban össze fogunk érni a második fél időbe, tehát van sok olyan faktor, ami viszont pozitív, és hát ez a bajnokság olyan, hogy az első két csapat kivételével bárki bárhol nyerhet és ki is kaphat. Úgyhogy nem számítok olyan különlegesen nagyobb figyelembe, hogyha a NEKA játszik valahol, mint hogyha egy bármelyik másik csapat ellen készülne valaki. Itt nagyon nagy küzdelem lesz minden egyes pontért a második félidőben, azt lehet látni, mert nagyon kiegyensúlyozott a mezőny.